A fakultásunknak, a zenepedagógia szaknak van egy nagyszerű kórusa, és aki a kórust vezényli, dr. Windhager Gerid Erzsébet, mindenféle műfajú zenét szeretnek énekelni, és Windhager Gerid Erzsébet kolléganőm, mivel Bécsből ingázik hozzánk a fakultásra, hát neki vannak nagyszerű kapcsolatai, és szükség volt a Verdi Requiem előadásához egy kórusra Bécsben. És Erzsébet akkor ajánlotta, hogy a kórusunk minden további nélkül részt vesz ebben a nagyméretű hangversenyben. Ez gondolom nagyon sok plusz munkát jelentett a diákoknak. Igen, a diákjaink általában nagyon sokat vállalnak, és túlvállalják gyakran magukat. Néha örvendenek ennek a lehetőségnek, van, amikor kevésbé. Azonban valóban így van, rengeteg munkát jelent, plusz munkát a hallgatóinknak, de ők tudják, hogy minden a javukra szolgál. És ön szerint milyen hatással lesz rájuk szakmai szempontból az ilyen nagyon komoly megmérettetésekben való részvétel? Mindenképp pozitív. Hallgatóink úgy általában a spirituális beállítottságúak. Ezt szándékosan mondtam így. Azért, mert a hallgatóink felekezeti közegből vannak, úgy református hallgatóink, katolikus hallgatóink, baptista hallgatóink, pünkösdista hallgatóink vannak. Tehát valamilyen kapcsolódásuk már otthonról volt az egyházzal, és ez a kapcsolata továbbiakban is megmarad, annál is inkább, mert nagyon szívesen fellépnek templomokban, a miséken, zsoltárokkal, a genfi zsoltárral is készülünk, valamint kodályfeldolgozások, népdalfeldolgozásokkal, tehát ahogy mondtam, nagyon sokrétű az alapjuk, és nagyon sok irányban fejlődnek. Mindenképp ez egy jó alap arra, hogy amikor befejezik tanulmányaikat, akkor minden területen szinte ki tudják magukat próbálni, és eldöntik a 3 év alatt, hogy melyik irányba fognak haladni. Az önök fakultása milyen módon, milyen intézményes eszközökkel tudta támogatni ezt a rendkívüli hangversenyt? A fakultásunk magával a kórussal, azon kívül Windhager Gerid Erzsébet kolléganőnk, ugye a karunknak a kinevezett címzetes tanára, azon túlmenően a vendég előadókat vendégül látjuk, illetve nagy segítségünkre volt még a Bábesbolyai Tudományegyetem rektori hivatala, és többek között dr. Sós Anna, a rektorhelyettes, aki, hadd mondjam el, nagy zenekedvelő és értékelő. Ők sokban segítettek abban, hogy a kórus itt Kolozsváron jól érezze magát, és a kolozsvári ellátásukba nagy támogatást adtak. Oh.
mennyi munkába került, mennyi munkájába került önnek, és mennyi próbába az, hogy megbirkózzanak Verdi requiemjére? Ezzel a művel már több mint egy éve foglalkozunk. Körülbelül egy éve született meg az az ötlet, hogy ezt a művet előadjuk először Bécsben, novemberben is most Kolozsváron, és igen, hát egy éves munka van benne, természetes kis szünetekkel, mert nem csak ezzel foglalkoztunk, de egy évet rá kell szánni, heti rendszerességgel, és érni hagyni a művet, újra elővenni. Most ebben a stádiumban vagyunk, hogy a novemberi bécsi koncert után egy kicsit hagytuk pihenni, és most újabb rétegeket fedeztünk fel ebben a műben. Hogyan fogadta a bécsi közönség ezt a produkciót? Telt templom előtt énekeltünk. Bécsben is többször előadják a Verdi Requiem. Az egy olyan mű, ami a kórusnak tulajdonképpen nem túl nehéz. Itt ebben a műben tulajdonképpen a szólistáké a nagyobb feladat, és a zenekaré. Úgyhogy amatőr, nem profi kórusok ne kiveselkednek, úgyhogy többször elő van adva. Mégis a mi előadásunkra nagyon sokan eljöttek, és nagy siker volt. Azt a koncertet Hans Hausreiter, a Koinóniának a karnagya vezényelte, és úgy tanáltuk méltányosnak, hogy akkor most Kolozsváron én leszek a karmester. Bécsben ugyanazok a muzsikusok alkották a zenekart, mint itt? Szerettük volna. Nem, Bécsben az ottani folkszópernek, meg a státszópernek a tagjai, akikhez jó összeköttetéseink vannak, zenéltek, és hát természetesen, hogy Kolozsváron a kolozsvári híres, neves és kedves zenésztársainkat hívjuk. Kik támogatták ezt a koncertet, ennek a kolozsvári létrejöttét?
Tulajdonképpen három nagy támogatója van. Elsősorban megemlíteném Hans Halsreitert, aki nem kevés anyagi hozzájárulással motorja volt ennek az előadásnak. Ő többek között a szólistáknak a honoráriumát, meg a repülőt, meg a szállását fizeti. A nagyon nagy segítségünkre van, és természetesen nagyon köszönjük, meg hálásak vagyunk, hogy ebben a keretben zenélhetünk főtisztelendő Kovács Sándor főesperesnek, aki nemcsak a templomot bocsátott a rendelkezésünkre, hanem anyagilag is 50%-ban támogatta a zenekarnak a honoráriumát, és természetesen, hogy a Bábesbőj Tudomány Egyetem és annak keretén belül a Református Tanárképzőkar apraja és nagyja válvetve igyekezett ezen a nagy hegyen együtt felmászni, mert rengeteg szervezési feladat adódik egy ilyen alkalommal természetesen. Ön szerint mennyire emelkedett meg a diákoknak a szakmai színvonala, a lelki hozzáállása ezzel a művel, az erre való készüléssel? Természetesen, hogy azért állítunk magunk elé nagy feladatokat, vagy nagy kihívásokat, hogy azokkal megbirkózzunk, és természetesen, hogyha nem énekeltük volna el a Verdi Requiemet, akkor igen, annyival kevesebbet mertünk volna. Természetesen ez egy olyan dolog, hogy aki sokat nyer, az mer, vagy bele is törhetik a foga az embernek. Mi bízunk azért abban, hogy azok a hangok, amik a zenekarból úgy eljutottak hozzám a mai próba után, hogy ezek milyen tisztán énekelnek, hogy ez a holnapi koncerten tovább ihletődik, és remélem, hogy az ígéreteket be tudjuk váltani, és egy színvonalas, jó koncerttel tudjuk megörvendeztetni.